Terítők, mintakendők és hímzéssel díszített használati tárgyak is láthatóak a járműkúriában. A tárlat anyagát a kiállított textíliák kora és jellege alapján helyezték el a három helyiségben. Az alkotások mind a Beregszem Egyesület tagjainak tehetségét dicsérik. Az egyesület 2007 óta működik ezen a néven, a tagok ma is terítőkbe, párnákba hímzik a több mint 100 esztendős motivumokat. Beregi Keresztszemes néven 1920-tól működik ez a történet, Vásárosnaményban találták ki, ez egy brand. Tehát a Keresztszemes, mint olyan létezett korábban is a Felső-Tiszavidéki Keresztszemes. A Beregi Keresztszemes az Vásárosnaményban a Református Egyház egylete által indult el, és azóta, mint ilyen, elvileg nem lehet régebbi Beregi Keresztszemes. A kiállítást Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki beregdaróciként küldetésének tekinti a beregi tájegység hagyományainak őrzését. A beregi keresztszemes hímzést, illetve a beregi keresztszemes és felső-tiszavidéki keresztszemes hímzést, ezt nekünk ápolni kell. Ez egy kulturális örökségünk, amely nagyban határozza meg az identitásunkat és a magyarságunkat is. Egy olyan kincs, amelyet nekünk helyén kell kezelnünk, és ezért igyekeztünk abban, hogy ez a hímzés, ez az örökség, ez megtalálja azt a méltó helyet a hungarikumok gyűjteményében, ahova valóban érdemes. A megnyitó résztvevőit köszöntötte Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere is, aki elmondta, a kiállított hímzések, amelyek színeikben és anyagukban felidézik a múltat, többek között Jánd, Csaroda, Beregdaróc és Tákos ügyeskező asszonyainak munkái. Az időszaki kiállítás április 24-ig tekinthető meg a Sóstói Múzeumfalu járműkúriájában.